Rövid magyar biblia történet. A Biblia magyar nyelvre fordításának története a 15. század közepén kezdődött. Hirtelen virágzásnak indult a magyar nyelvű vallásos irodalom, és ez a virágzó korszak egészen a 16. század első harmadáig tartott. Ebből az időből 45 magyar nyelvű kódex maradt ránk. Kezdetben a Szentírás egyes részeit fordították le, és másolták férfi szerzetesek, latinul nem tudó társaiknak. De ismerünk női másolókat is, mint például Ráskai Lea, domonkos rendi apácát, aki a Margit szigeti, ma romos állapotban fennmaradt, egykori apátságban szolgált. Ez a rövid film a magyar biblia történet jelentősebb emlékeit szeretné bemutatni. Célunk az, hogy minél többen megismerjék ezeket a nyelvi emlékeinket, amelyek azon túl, hogy fontos szerepet játszottak Isten üzenetének továbbadásában, a magyar nyelv és irodalomtörténet legjelentősebb forrásai közé is tartoznak. Huszita Biblia. Az első magyar, ám bár nem teljes biblia fordításunk a Huszita Biblia. Ez a huszita mozgalom egyetlen magyar nyelvű emléke. Az Ószövetség egyes részeit, valamint az evangéliumi részeket két szerénységi világi pap, Pécsi Tamás kamoncai oltáros pap és Újlaki Bálint mester Belcsényi plébános fordította le. Mind a ketten a Prágai Egyetemen tanultak, 1399 és 1411 között, és ott megismerkedve Husz János tanaival maguk is huszitává lettek. A biblia fordítást 1416 körül kezdhették meg, és 1441 előtt fejezhették be. Fordításuk ószövetségi részeit a Bécsi Kódex, az evangélium részeket a Müncheni Kódex őrzi, Németh György 1466-os másolatában. A huszita biblia eredete azonban napjainkban kérdésessé vált. A Jordánszki Kódex. Az esztergomi főszékesegyházi könyvtárban őrzik a jordánszki elek esztergomi kanonokról elnevezett kódexet, ami a huszita biblia után a második fennmaradt, nem teljes magyar biblia fordításunk, és egyben a második legnagyobb terjedelmi is. A kódex 1782-ben került Fába Mátyásnak, az esztergomi káptalan jegyzőjének tulajdonába. 1820-ban tőle kapta meg jordánszki elek esztergomi kanonok, akinek nevét a kézirat máig viseli. Semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogy hol és kinek a megrendelésére készítették ezt a kódexet. A fordítás azonban minden bizonnyal nem forgott közkézen. Pál levelei magyar nyelven. Az 1533-ban Krakkóban napvilágot látott könyv Komjáti Benedek pozsonyi kanonok fordítása és Jeromos Viétor műhelyében készült. Címlapja nagy részét a magyar címer fedi, hátlapját pedig a Frangepán család címere borítja. Ez utóbbi oka az, hogy Komjátit, özvegy Perényi Gáborné, született Frangepán Katalin kérte fel a fordítás elkészítésére. A fordítás élvezhetetlensége lehetett az oka annak, hogy nemigen terjedt el, és értéke rohamosan csökkent. Fogyatékosságai ellenére is becses irodalmi emlékünk, amely sok régi szót és kifejezésmódot örökített meg számunkra. Erdősi Szilveszter János új testamentuma. Erdősi Szilveszter János humanista tudós, bibliafordító volt. Krakkóban ismerkedett meg Erasmus eszméivel, később Wittenbergben tanult, ahol Luther követőjévé vált. 1534-ben került Nádasdy Tamás nádor szolgálatába. Tanított,
és a Nádasdi alapította nyomdát vezette. 1543 végétől a Bécsi Egyetemen a héber és görög nyelv tanára volt. Övé az első teljes újszövetség fordítás, ami 1541-ben Buda elvesztésének évében jelent meg Sárváron. A könyv érdekessége az, hogy a mű eredeti példányába beírta a nevét Kazinczy Ferenc költő, amikor Pannonhalmán járt. A Bizsói Biblia. A reformáció kirobbanása után a nemzeti nyelvi biblia fordítások iránt egyre nagyobb igény mutatkozott. Magyarországon Károli Gáspál és fordító csapata 1586-ban fog hozzá a fordításhoz, és készíti el az első teljes biblia fordítást, mely 1590-ben Bizsolyban jelent meg. 2412 oldalon 800 példányban készült el közel másfél év alatt Mencskovics Bálint műhelyében. A nyomtatási költséget Rákóczi Zsigmond, a későbbi erdélyi feledelem, s főként Bátor István országbíró adományából állították elő. Károli fordítása felmérhetetlen hatást gyakorolt a magyar nyelv fejlődésére, és revideált, felülvizsgált formában ma is az egyik legnépszerűbb biblia fordítás. A Káldi Biblia. Káldi György jezsuita szerzetes, az első teljes katolikus biblia fordítója. Pázmány Péter kezdeményezésére készítette el a biblia magyar nyelvű fordítását. Ennek alapjául a Vulgata szolgált, mely a tridenti zsinat 1546-os rendelete óta a katolikus egyház hivatalos bibliája. A kézirat 1186 számozott oldalnyi fordítást és 118 oldal név- és tármutatót tartalmaz. Káldi biblia fordítása 1626-ban jelent meg Bécsben. Bár a fordítás irodalmi értéke vitathatatlan, mégsem vált olyan népszerűvé, mint Károly Gáspár 1590-es Vizsói Bibliája. A fordítást követő egy évszázad múltán csupán egyszer nyomtatták újra. Ez alatt az idő alatt a Károly Biblia 12 új kiadást ért meg. A Biblia egészen vagy részeiben a legtöbb nyelvvel lefordított irodalmi alkotás. Napjainkban a világ körülbelül 3000 nyelvéből mintegy 2000 nyelven lehet olvasni a Szentírás valamelyik részletét vagy a teljes Bibliát. Köztük Isten kegyelméből és az előbb felsorolt fordítók, támogatók és nyomdászok hűséges hitéből fakadóan magyar nyelven is. Legyünk hálásak ezért!